Már az első percekben kirajzolódott, hogy izgalmas találkozót hoz a feketemezes etószese ceglédi vendégjátéka. Fej-fej mellett haladtak a csapatok. Jellemzően a vendégek futottak az eredmény után, de nem engedték ellépni a ceglédet, egy-két gól volt csupán a különbség. A meccs első felében igencsak aktívak voltak a szélek, Gebhardt Ádám például 4 gólig jutott a találkozón. Sajnos megint mondhatom, hogy megint rengeteg technikai hibával játszottunk. Mondjuk az utóbbi meccsekben már azért feljavultunk ezzel kapcsolatban, de azt gondolom, hogy ez is közrejátszott ebbe ennek az eredménynek. De most igazából úgy gondolom, hogy most akart úgy igazán a csapat, és ez talán látszott is a játékunkon, hogy hiába ennyi technikai hibával játszottunk, de mentünk, akartuk, csináltuk. A szoros eredmény megmaradt a szünetre is, bár volt lehetősége a győrieknek az egyenlítésre, ez ekkor nem jött össze, 13-12-es állásnál mehettek a csapatok a pihenőre. A fordulás után kisebb holtpont következett az etószese játékában, a félidő közepére már 4 gólos volt a hátrány, ami a meccs addigi alakulását tekintve nagy differenciának számított. Ráadásul a hazai kapuban Bőz Dániel, amikor nagyon kellett, óriási bravúrokat mutatott be. Kapus teljesítmény az mindig nagyon sok plusz tud adni. Voltak megint a Daninak azért szélről olyan bekapott góljai, amit meg lehetett volna fogni, de egyébként meg ilyen kapus teljesítménnyel bőven lehetett volna nyerni. Fáradtak voltunk, dekoncentráltak már a végén, ez okozta azt, hogy el tud csípni egy pontot, hogy jött. A hajrában aztán magára talált az etószese, az akkor 3 gólos hátrányt villámgyorsan ledolgozták, és látszott, hogy semmiképpen sem szeretne pont nélkül hazamenni a győri csapat. Óriásit küzdve Hernández góljával végül sikerült döntetlenre menteni a találkozót, a végeredmény 25-25 lett. Törültünk ennek az kis picike pontnak a mi helyzetünk, mert már ez is egy mentőv, vagy kicsit levegőt, kidugtunk a fejünket a vízből, hogy igenis élünk, nem vagyunk annyira kutyaütőek, hogy elsüllyedjünk a föld alá, vagy a víz alá, de a srácokban is az volt, hogy a betyáros életben, hogyha nem adjuk a kezükbe, hogyha azt lőjük, amit megbeszélünk, levideózunk, hogy nem lövünk lefele a kapusnak, az ígyszereket bedurrantatjuk, védekezésbe odafigyelünk azokra a dolgokra, ami működött, aztán előbb-utóbb vagy a szélső, vagy a beállós, csak megkapta a labdát. És ez benne van a srácokban. A győriek a pontszerzés ellenére már biztos, hogy sereghajtóként fejezik be a bajnokságot, ugyanakkor a Veszprém és a Szeged se haligás indulása miatt a jelenlegi állás szerint nem lesz kieső az NB1-ből.